egyre többen szeretnének, vagy nyugdíj mellett is dolgoznak. Pozitív változások történtek a nyugdíjasok munkaviszonyban történő foglalkoztatásában 2019. január 1-től. A saját jogú nyugdíjasnak minősülő munkavállalók 2019. január 1-től kikerültek a biztosítottak köréből. A szabályozás csak a munkatörvénykönyve szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalókra vonatkozik, mely lényegében azt jelenti, hogy a munkaviszonyban álló nyugdíjas dolgozók munkabéréből csak 15% személyi jövedelemadót kell levonni, így a nyugdíjas munkavállalók nettóbére jelentősen nőtt ezzel a módosítással. Jelentős változás volt mindemellett a munkáltatók számára az, hogy a nyugdíj melletti munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabére után a munkáltatót sem terheli 2019. január 1-től a 19,5%-os szociális hozzájárulási adó és a 1,5%-os szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége, mely kedvezmény 2021-ben is hozzájárulhat az egyre több nyugdíjas korú dolgozó kedvező adózású alkalmazásához.